Bizony, bizony, meg fogjuk tornáztatni, vagy nem is tudom, hogy kell ehhez tornáztatni az agyunkat, de ez mindjárt kiderül Valentin Péter és Dorogi Andrea segítségével itt a kreatív helyszínünkön, a Valdo Art rajziskola. Hát mi mondjam azt, hogy a lányok már azonnal lővendékeivé váltak, legalábbis itt ezen a helyszínen. És mit tanítotok nekik? Mi az, amit már elsajátítottak? Mi a célunk ma? Mind dolgozunk? Hát most arra gondoltunk, hogy egy olyat csinálunk, amivel viszonylag gyorsan kész lesznek, vagy legalábbis látványos lesz, amit csinálnak, úgyhogy két ilyen állatképet kezdtek el itt az ikrek festeni, egy oroszlánt meg egy leopárdot. Egy picit elő volt rajzolva, és akkor most így a színeket kikeverve elkezdték ezt csinálni, festeni. Az én információim szerint itt jobb agyféltek és festés folyik, az mit jelent? Nem mondanám azt, hogy jobb agyféltek és festés. Festőtanfolyamokat tartunk. A mi célunk az az, hogy úgy tanítsunk, hogy ha végén hazamész tőlünk, akkor otthon önállóan is tudjál festeni. A festés alapja a rajzolás, és a rajzolást azt valóban a jobb agyféltek és módszerrel kezdjük el tanítani. Arra épül a festés, amit ott megtanulunk, arra építjük azt a látásmódot, amivel a festésnél is tudunk dolgozni. Uh-huh. Ez itt ma miben mutatkozik be? Például ott van most, ugye Móni most érkezett, kapott maga elé egy tiszta lapot, igen. Feladattal, igen. Mit kell csinálnia? Itt az volt a cél a lányoknál, hogy sokféle eszközt, meg sokféle technikát tudjanak kipróbálni, úgyhogy Móninak alapvetően olyan képet hoztunk, amivel a festőkést tudja kipróbálni, és a festőkéssel tud dolgozni ezen a képen. Az melyik az a festőkés? És pont a csettel dolgoztam. Igen, és pont a csettel dolgoztam, és három eszközünk van, amivel ezt a képet szépen meg lehet csinálni. Illetve Frida, aki egy olyan képet kapott, amit úgy hívják, hogy száraz ecset technika, amivel ezt a képet meg lehet csinálni. Nagyon szépen megtanulta, így 10 perc alatt nagyon jól alkalmazza a módszert. Uh-huh. És aztán majd a lányok kapnak majd még szivacsot, fogkefét, amivel szépen meg lehet csinálni az oroszlán sörényét, vagy a háttért kidolgozni. Tehát az volt a célunk, hogy technikákat tanítsunk. Ezek a technikák, ezek a módszerek, ezek egyébként miben segítenek, vagy miben viszik előre azokat, akik mondjuk nálatok rajzolni, festeni tanulnak? Alapvetően ugye valamilyen változásra van szükség ahhoz, hogy meg tudja tanulni azt, hogy hogyan kell rajzolni, festeni. Ez a változás, a látásmód változás. Tehát azt tanítjuk meg nekik, hogy hogyan kell figyelni, hogyan kell a művész szemével nézni, ahhoz, hogy meglássák azokat a tulajdonságait egy képnek, amivel le tudják festeni. Tehát, hogy például hogy néz ki ennek az oroszlánnak az orra, milyen formája van annak. Tehát nagyon, nagyon pontos megfigyelést tanítunk, és ha ezt meg tudják figyelni, ezt a formát tudják figyelni, akkor utána már bármit lehet vele kezdeni, megrajzolni, kifesteni, színes ceruzával megcsinálni, de alapvetően ez a látásmód az, amit tanítunk nekik a tanfolyamokon. Móni, egyébként ti szoktatok festegetni? Mi nagyon szeretünk, amikor még kisebbek voltak, akkor egy csomószor olyan volt, hogy kimentünk a fűbe, mindenki kapott egy vásznat, és ahogy jól esett, festettek. És ezek a képek mai napig megvannak, és nálunk ezek az értékek. Tehát nem ismert ember festménye van, hanem a lányok festménye van, mert szerintem az a legfontosabb. A falon? A falon, igen. Igen, és mindig ahogy nőtt a kis festőtáborunk, akkor úgy. Tehát volt, amikor beköltöztünk az új lakásunkba, és gyönyörű fehér falak, minden, hatalmas nagy vász, és egy franké nézett, mit fogtok csinálni? Ma festünk. És nézett, hogy hát jó. És mai napig ott van a nappali közepén az a kép. És mi akkor már minden négyen valamicskét maszatoltak rá, és az olyan jó érzés volt. Hát lehet, hogy ezeknek a képeknek is aztán az lesz a sorsa, hogy majd... Szerintem hogy majd ez a saját szobáikba fog kerülni, ahogy ismerem őket. Nagyon sokat haladtatok, lányok, és gyönyörűek lettek a képek. Köszönjük szépen. Ez igazán komoly. Móni, te a kis mi az lapátoddal, én igyekszem. Hogy érzed magad? Az egy kis segítség kellett nekem, mert hiszen én veletek beszélgetek, végig eltracsolom. Persze, az egész hát téged itt aztán napot. több kihívásnak tettünk ki. Úgyhogy de segítségemmel azért én is haladok, nézd meg. Látom, hogy tényleg nagyon komoly alkotások születtek itt. Mi ennek a folytatása még innentől kezdve, mi az, ami még hátra van a munkából? Hát már nem sok van vissza, tehát itt már csak egy ablak kell, hogy kész legyen, ott meg a szőrök az oroszlánra. Ahhoz kell a fogkefe? Vagy a milyen szőrök? Vagy az a sörényéhez kellett? Az több dologhoz is kellhet, a sörényét is lehet a fogkefével, amikor így mint egy ecsetet lehet használni, illetve hogyha
ezeket a hópelyheket, vagy ezeket az apró fehér pöttyöket szintén a fogkefével lehet. Tehát rá kell spriccelni. Azt otthon is szoktuk, csak azt a fogkefét használunk. Hogy a tükörben, és szólok ezt, hogy le kéne törölni. És ez egy festési technika ebből. Na most innen nem szabad. Innen nem. Ez egy más helyzet. És aztán utána kész, és levesszük így a deszkáról. Igen, leveszük az eszkára, lesz egy szép fehér paszpartúj, és akkor mehet a keretbe, és mehet ki a gyerekszobába, vagy ahova szeretnék. Kitaláltátok már a helyét? Nagyon hol szeretnétek viszont látni a műveteket az otthoni galériátokban? Nem tudom, majd biztos találunk neki egy szép helyet, és akkor egymás mellé, vagy külön-külön helyekre oda rakjuk őket. Mondja, ez ilyen tematikusan lesz csoportosítva valahova? Vagy mindenki viszi hát az állatok a... szerintem az külön, és akkor a mi két alkotásunk az meg természet. Az is. Igen, tematikusan. Nagyszerű. Na, szóval ugye nem sok hiányzik már, hamarosan elkészülnek a képek, van is egy pár percetek még, hogy befejezzétek, mi pedig ajánlunk önöknek a hétvégére programot.